Bár Amerikában nem újdonság a hurrikán és a természeti katasztrófák, különösen napjainkban, azonban Harveyra még ők sem voltak felkészülve. Nézzük meg röviden, hogy mi is az, amit Harveyról megtudunk. Kezdjük a Wikipédiával, ez ugye Hurricane Harvey, azaz Harvey hurrikán, ami egy négyes kategóriájú nagyobb hurrikánnak minősül, ami minden eddiginél katasztrofálisabb és példátlan áradásokat eredményezett Texasban. 4 nap alatt mintegy 1 méter vagy 1000 milliméter eső hullott Texasban, különösen a keleti részén és az ahhoz csatlakozó vízfelületeken. A csúcs 1318 milliméter, azaz 1 méter 30 centi, és ezzel a legesősebb trópusi ciklon az Egyesült Államok történetében. 13 ezer mentésre került sor, eddig több mint 30 ezer embert kellett elköltöztetni, és több százezer otthonban esett kár. Augusztus 17-én trópusi viharrá nyilvánították. Augusztus 19-én érte el Kolumbia északi részét. Augusztus 24-én kezdett el rohamosan fejlődni, illetve intenzívebbé válni. Augusztus 25-én a késői órákban 4-es kategóriájú hurrikánná vált, és nem sokkal később Rockportban, Texasban érte el a csúcs intenzitást. Pontosabban augusztus 26-án hajnali 3 óra körül Rockportban mintegy 130 mérföld per órás széllökésekkel, ami 215 km per óra kezdődött el az esőzés, illetve a káosz tulajdonképpen. Világgyorsan számokban Harveyról 20 trilliárd gallon víz, illetve csapadék hullott eddig. 1 trilliárd az billiószor milliárd. Igazából nem nagyon tudom elképzelni, de ez itt 1 billiárd. 21 trilliárdról van szó. Azaz 21 billiószor milliárd. Valami ilyesmi. Ezt meg kell szorozni 4,5-lel, hogyha literben szeretném megkapni, azaz olyan 90 trilliárd liter vízről van szó, ugyanis 4,5 liter egy gallon. A kár előzetes becslések szerint, illetve jelenleg 125 milliárd dollárnál áll, ami azt jelenti, hogy a Katrina hurrikánt felülmúlja, amelyik a legnagyobb károkat okozta eddig az Amerikai Egyesült Államok történetében. 1,3 méter, ugye ez a legmagasabb lehulló csapadék mennyisége, mintegy 13 millió embert érint, és 3 alkalommal esett az eső, mióta elindult. 30-40 ezer otthont rombolt le, 32 ezer ember az, aki el kell szállásolni, és 195 ezer embert érintett összesen eddig. Ez ugye a FEMA statisztikája. Akit esetleg érdekel, felolvasom gyorsan, 75 ezer áramkimaradásról van szó, 15 ezer hívás érkezett a tűzoltókhoz, a Nemzeti Gárda 24 ezer fővel vesz részt, 1,3 millió embernek nincsen egészségbiztosítása, 22,5% a Houstonnak a szegénységi szint alatt él, ami gondolom létminimumot jelent ez esetben. Több mint 1000 háziállatot mentettek ki, és 80 traktor, pótkocsi ellátmányt szállítottak eddig az érintett területekre. A New York Times 38 halálos áldozatról számol be eddig, de aki nem látott még erről képösszeállítást, annak azt javaslom, hogy mindenképpen nézze meg, hogy lássa, hogy mire képes az emberi technológia, és mi az, amire számíthatunk a közeljövőben világszerte. De miért is érdekes az Ouroboros, illetve Harvey és ez az egész? Meg fogjuk vizsgálni most.
Én tisztában vagyok azzal, hogy ez sokak számára, illetve a legtöbb ember számára egy sötét terület, amiről kevés elképzelése van, illetve azon kívül még kevesebb tudása. Azonban a numerológia az egy fontos eszköze annak az elitnek, mely uralja és irányítja ezt a világot. Ők ismerik ennek az erejét, és tudják, hogy hogyan kell használni, nem csak arra, hogy elérjék a céljaikat, hanem arra is, hogy egymással kommunikáljanak. Én arra ösztönzök mindenkit, hogy kezdje el figyelni a számokat, kezdje el figyelni az összefüggéseket, a szimbólumokat, és meglátja, hogy a világban mindenhol ott vannak körülötte. Azért, mert az ellenség így kommunikál. Ő nem az egyenes utat választja, ő mindig a megtévesztés, a hazugság és az ámításnak az útvonalát fogja járni. Az elit pedig ezt a hatalmat azért élvezheti, mert az ő célját és tervét szolgálja és azt valósítja meg. Ebben egy elem volt Harvey, és nézzük meg akkor, hogy mit is jelent ez a sok szám és betű. A H betű a pitagoraszi numerológiában a 8-as számnak felel meg. Ebben minden számnak megvan az értéke 1-től 9-ig, és I után újra kezdődik a sor, és R után szintén újra kezdődik a sor. A H betű a 8-as helyet foglalja el. Így láthatjuk azt, hogy Hurricane vagy Hurricane az 8-as, Harvey szintén 8, Houston szintén 8. Azt is láthattuk, hogy Harvey augusztus 26-án 2017-ben hajnali 3 órakor kezdődött. Ami azt jelenti, hogy 2 meg 6 az 8, augusztus a 8. hónap, 1 meg 7, szintén 8, azaz 8, 8, 8. Még annyit szeretnék tisztázni most, hogy én nem használom a numerológiát, vagy a számmisztikát, vagy az asztrológiát úgy, ahogyan az ellenség, illetve azok, akik uralják és irányítják ezt a világot, vagy akik jósolgatnak, vagy bármiféle okkult vagy ezoterikus tevékenységeket folytatnak. Ugyanúgy érdemes ezt felfogni, mint ahogyan az ember tanul bármi mást. Amennyiben többet tud a világról, ami körülveszi, egyszerűbb eligazodni abban. Ez pontosan ezt a célt szolgálja. Amennyiben felismerjük azt, hogy ezeknek a dolgoknak hatása van ránk, akkor csökkenthetjük, illetve akár meg is szüntethetjük azt a hatást. Én nem javaslom senkinek, hogy ebbe beleássa magát, és ezzel próbálja az életét befolyásolni. Az egyetlen dolog, ami igazán befolyásolhatja az életünket, az Jahua, a Teremtő, és az a viselkedés, amit mi tanúsítunk az ő instrukciói segítségével. Ez az egyetlen út, amit én javasolnék bárkinek. Azonban ez azzal jár, hogy nem csak hogy megismerjük az ő útját, hanem megismerjük a világot is annak érdekében, hogy ne tudjon az eltéríteni a helyes útról. Nézzük meg akkor, hogy mit is jelent a 8-as szám, ez pedig ez numerologia.com vagy numerology.com. Megtudhatjuk azt, hogy a 8-as szám elsősorban a karrier, azaz az ember szakmai előrehaladását, az üzleti életét, a pénzügyeit befolyásolja, és a hatalommal is összefüggésbe hozható. A legfontosabb tulajdonsága azonban az egyensúly kifejezése. Egy úgynevezett karmikus kiegyenlítő. Ugye, aki a karmában hisz, ez a buddhista, hókusz-pókusz, annak a 8-as szám igen fontos. Azt is érdemes megjegyezni, hogy ma az összes vallás egy helyről ered tulajdonképpen. Ez pedig az ellenség az, aki irányítja ezeket. Teljesen mindegy, hogy buddhizmus vagy a mai úgynevezett kereszténység. Azért is fontos, mert a 8-as szám és az erő, ami ezzel társul, az ugyanolyan könnyedén alkot, mint ahogyan elpusztít. Érdekes, hogy megjegyzi azt is, hogy amikor a 8-as szám közeledik, ők persze gondolom valamiféle módon ezeket az erőket manipulálják. Amikor a 8-as szám a közelben van, akkor biztos lehet benne az ember, hogy azt fogja aratni, amit vetett.
A nyolcas szám kiegyensúlyozza az anyagi és a spirituális világot, ahogyan láttuk az Ouroboros esetén. A legjobb esetben ugyanannyira spirituális, mint amennyire anyagi. Én érdekesnek találtam Sacred Scribes Angel Numbers blog oldalon, amit a 8-as számról ír. Ugye ő angyalokkal azonosítja ezeket a számokat. Gondolom valamiféle New Age spirituális mozgalom az, amiben ők részt vesznek. A lényeg az, hogy a 8-as szám az a következő hatásoknak a vibrációjával rezonál. Azaz ezekre reagál, ehhez hasonló. Első a hatalom, illetve a személyes erő és hatalom. A lista végén található dolgok azonban még érdekesebbek. Ugye a szabad akarat, a megérzés vagy információ, a spirituális tudat, és egyfajta vágy a világ áttransformálására, átalakítására, és az emberiség békéjére és szeretetére. Ezen kívül, ahogy láthattuk az Ouroborosnál, illetve a végtelen szimbólumnál a 8-as a karmának a száma, ami ugye az örök körforgás, az élethalál visszatérése az életnek. Ezen kívül az ok és az okozat egyetemes spirituális törvény száma. Ez a szám az angyaloktól azt az üzenetet hozza, hogy valamit elértünk, sikeresek voltunk, haladunk előre és küzdünk tovább, megszerzünk bizonyos dolgokat, melyeket kitűztünk magunknak, és elérünk eredményeket. Ez angeltherapy.com, és arról beszél, hogy a 8-as szám az végtelen bőséget jelent, és mindenféle szerencse nélkül. Érdekes az is, hogy pont 3 darab 8-as az, ami szerepel ezen az oldalon. Tudjuk nagyon jól, hogy a 3-as számnak különös jelentősége van, ezért is ismétli a 8-as itt is. Egy különös történetet ír le, miszerint Pitagoras a tanítványait arra ösztönözte, hogy rajzoljanak 8-asokat, és azon meditáljanak, vagy pedig azt nézzék, és ez által valósággá tudják a vágyaikat váltani. Valóra tudják azt a bővölködést váltani, amit mindenki tulajdonképpen szeretne. Ezen kívül bemutatja a végtelen jelét, ami ugye a fekvő 8-as, és egy alternatívát is mutat erre. Arról beszél ezen kívül, hogy mivel nincsen a 8-asnak vége, ezért ez egy zárt rendszer, és nincsen benne szerencse. Azaz az ember munkáját jelképezi. GnosticWarrior.com oldalon szintén találunk némi információt. Ugye arról beszél, hogy Pitagorasz azt állította, hogy minden szám, és ezért próbálom megértetni mindenkivel azt, hogy ezek az emberek így kommunikálnak, ők ebben hisznek, és ők így élnek. Ők úgy értem azok, akik uralják és irányítják ezt a világot, hiszen az ellenség így kommunikál velük, ezek azok a módszerek, melyekkel mind az ellenség, mind a spirituális világ, a démonok és a különböző úgymond angyalok erejét ők fel tudják használni arra, hogy a saját terveiket végrehajtsák, ami tulajdonképpen magától az ellenségtől ered. A 8-as alakjánál fogva geometriai harmóniát reprezentál, illetve ezt jelenti, valamint a harmonikus viszonyokat, melyek a matematikán belül uralkodnak és megtalálható. Ez a szám az, ami kifejezi ezt. Arról is beszél, hogy Pitagorasz szerint az emberben 8 fajta szerv található, melyel a tudás működik, és ez pedig az érzék, a fantázia, a művészet, a vélemény, az óvatosság, a tudomány, a bölcsesség és az elme. A 8 ágú csillag Vénusz reprezentációja és megjelenítési formája előállítható ugye két négyzet egymásba fonásával. Ezen kívül megtalálható nagyon-nagyon ősi szimbólumokban szintén, melyeket meg fogunk nézni. Még annyit, hogy
A szabadkőművességben, amikor eléri valaki a 8-as lépcsőfokot, akkor ezt úgy ünneplik, hogy összegyűlnek a hónap teli holdjának napján, amikor csak ez a fény megengedett ebben az épületben, ahol gyűltek, és megünneplik Bábel tornyának a pusztulását. Az egyiptomi mitológiában Thotnak 8 tanítványa volt, ugye a 8-as szám az az egyensúly és a harmóniának a száma, valamint a kozmikus rendnek, ezt már Herodotosz mondta. Az egyiptomi istenségeknek az uralkodása az az első csoporttal kezdődött, melyben 8 istenség volt, ezek között volt az egyik Pán. A görögök szintén felhasználták a 8-as számot, és ez Dionysoszt jelképezte, aki az év 8. hónapjában született. Ez ugye október. Numerológiában, ahogy láthattuk, a 8-as az az építkezés, illetve a keletkezés vagy születés száma, ugyanúgy, ahogyan a rombolás, a pusztítás és a halálnak a száma. A 8-as nagyszerűen megjeleníti a híres as above, so below, azaz ahogyan fent, ugyanúgy lent elméletét is a szabadkőművességnek, mely vissza megy egészen az emberiség történetének a kezdetéig, mikor is az emberek megértették, hogy a Földön a dolgok ugyanúgy működnek, mint az égben, és ez az a kettő egyesítéséről szól maga a szabadkőművesség és az okkult. Az nyilván mindenki számára ismerős, hogy egy oktáv használatos a zenében, én nem vagyok valami jártas ebben, de ott szintén a 8-as számot használják, illetve a 8, mint oktáv megjelenik. Számítógépek esetében egy szám 3 bitnek felel meg, míg egy byte az 8 darab bit, más néven oktet. Még annyit, hogy 8 ember élte túl ugye az özönvizet Noa idejében. Hogyha visszaemlékezünk Máté 5-ös fejezetben, mikor a Messiák felsorolja, hogy kik a boldogok, 8 darab felsorolás található benne. Szaturnusznak 8 holdja van, ugye azok számára, akik feliratkoznak erre a rendszerre. A körülmetélés a 8. napon történik az Ábrahámmal kötött szerződés szerint. Noa, vagy Noé a 8. leszármazott volt Ádám után. És ha már az írásnál tartunk, akkor az írásban új kezdetet jelképez a 8-as szám, vagy egy új rendet, vagy új teremtést, az újjászületést, vagy a halálból való újjászületést, és az örök életbe való belépést jelenti a 8-as szám. Akik ismerik a történetet, tudják, hogy 10. napján kell kiválasztani a 3. hónapnak az áldozati bárányt, innentől számítva a 8. napon támad fel maga a Mashiach, vagy a megváltó. Ezzel is jelképezve ezt a számot. Valamint a Szukkot ünnep végén, ami a sátrak ünnepe, ugye 7. hónapban, a 8. napja az egy sabát, ez az utolsó nagy nap néven szerepel. A Brit Hadasá az úgynevezett Új Testamentum 8 apostol által íródott, ugye Máté, Márk, Lukács, János, Jakób, Péter, Júdás és Pál vagy Saul. Ábrahám, ugye, aki az ígéretet kapta, hogy népek atya lesz, és általa áldatnak meg a föld minden lakosai, 8 fia volt, ezeket itt találhatjuk. Végezetül ezt nem ellenőriztem le, de 8 alkalommal láthatták életben a feltámadás után a megváltót. Azt szerettem volna bemutatni ezzel, hogy a számoknak és ezeknek a szimbólumoknak, jeleknek, a rituáléknak, a szokásoknak, ezeknek van egyfajta hatalma, hiszen azok, akik ezt használják, illetve ezeket használják, tisztában vannak azzal, hogy igenis létezik egy spirituális birodalom a mi fizikális birodalmunkon kívül. Ők képesek ezt a birodalmat felhasználni arra, hogy befolyásolják a mi valóságunkat. Ezt mi is meg tudjuk tenni, amennyiben
A teremtő útját járjuk, amit leír az írásban, megfogalmazza, mi az, amit akar, hogyan kell ahhoz élnünk, hogy ő segítsen minket. Az egyetlen dolog, amit tennünk kell, hogy járjuk ezt az utat alázattal és engedelmességgel, akkor elfeledkezhetünk mindenféle számokról, rituálékról, angyalokról, démonokról és ezekről a praktikákról. Azt azonban mindenkinek tudomásul kell vennie, hogy nem így élnek az emberek. Attól, hogy mi nem tudunk bizonyos dolgokról, vagy nem veszünk tudomást róla, azok a dolgok még léteznek. Azok az emberek, akik uralják és irányítják a világot, azért tudják ezt megtenni, mert elhitették a világgal, hogy ez csak mese és hókusz-pókusz. Pedig minden jel arra val, és az irányba mutat, hogy ez nem így van. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!